az új kenyér és az államalapítás ünnepének műsorát moldvai népdalcsokkal nyitotta. Az augusztus 20-ai megemlékezés szónoka Filóné Ferenci Bolya polgármester volt, aki beszéde elején István Kinyány feleségéről, Gizelláról is megemlékezett, aki hittel és alázattal szolgált férje mellett, segítve ezzel az ország alapítás ügyét. A korabeli krónikák magasztalják vallásosságát, szerénységét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. A vele együtt érkezett hittérítő papok munkáját támogatva gyorsította a keresztény hit terjedését, és sokat dolgozott azért is, hogy az újonnan alapított egyházak működését adományokkal segítse. Nevéhez fűződik az első veszprémi székesegyház és Apáca zárda építetése. Közreműködött az esztergomi és a solyomvásárhelyi kolostorok alapításában. Házassága szerepet játszott István megkoronázásában, rokoni kapcsolata idején pedig hozzájárult ahhoz, hogy a magyar királyság megszilárdult Európában. Az intelligens és művelt királyné tehát minden tekintetben komoly támasz jelentett férje, államalapító Szent István királyunk számára. Beszéde további részében Bonyhád polgármestere az elmúlt 5 esztendő fejlődését foglalta össze. Két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd, a jó szó és a szeretet. 2014 őszén a képviselőtestület alakuló ülésén idéztem Bőte Csaba atyát. Akkor és azóta is ennek a gondolatiságnak a szellemében dolgozom. És mindannyian ismerjük a legendás francia szállóigét is, Serge la femme, azaz keresd a nőt. Az események mozgatórugója a mondás szerint mindig a gyengébbik nem képviselője. Bizonyára másképp gondolkodnak erről a férfiak, és másképp látjuk mi nők. De abban talán mindannyian egyetértünk, hogy a különbségek ellenére, vagy talán éppen azért, egymást kiegészítve, együtt lehet előrébb jutni egy közös úton. Így van ez a családban, és így működik a város életében is. Egy együtt gondolkodó, az otthonunkért tenni akaró csapattal, az önök megtisztelő támogatásával és bizalmával. A tervek egy része mára valóságá vált. Sőt, minden képzeletünket felülmúlta az a gazdasági és fejlesztési eredmény, amit megvalósítottunk. 5 év alatt 40%-kal nőtt az önkormányzat vagyona. A 9 milliárdot is meghaladta a nyertes pályázatok és a célzott egyedi kormányzati támogatások összértéke. A számok mögött rengeteg munka van, amit ezúton is köszönök valamennyi kollégámnak, képviselőtársamnak, segítőinek, akik a vezetésemmel továbbra is Bonyhádért, önökért szeretnének dolgozni. Az ünnepi beszédet követően az egyházak képviselői mondták áldást az új kenyére, melyet a polgármester asszony szegett meg. Az ünnepség kulturális programját a Fuszújka Néptánc Együttes műsora jelentette, akik bukovinai táncokból állítottak össze egy csokrot. A hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat is díjazza a város. A Merész Konrád díjat ebben az esztendőben Selejú Alexandra, a zeneiskola az zongoratanárnője vehette át. Igazából váratlan ért ez a megtiszteltetés, hogy díjaztak, de mert ugye nekünk a munka mindenünk. Ahogy ide 25 évvel ezelőtt ide jöttünk Ungváról tanítani a férjemmel, rögtön megéreztünk, hogy ez egy különleges város. Sok tehetséges gyereket volt szerencsénk tanítani, és tanítunk most is, mai napig. Hála Istennek mindig van utánpótlás, és
A város rögtön mellénk állt és segített abba, hogy a kibontakozzanak a tehetségek abból a szempontból, hogy már 2 év múlva tudtunk venni országos versenyre, és ez, erről kell annyit tudni, hogy a bármilyen országos verseny elődöntően kezdődik, és nagy megtiszteltetés, ha beválogatnak az országos versenyre. És onnantól elkezdődött a sorozat, mindig voltak gyerekek, akivel tudtunk elindulni a versenyeken. Tudtunk nagyon szép eredményeket hozni. A város segített abba, hogy elinduljunk a nemzetközi versenyeken, mert ez is egy különleges dolog, mert sok hát anyagiakkal jár. Nagyon sok szorgalmas gyerek van ebbe a városba. Szerintem ez tradíció itt, hogy valamit elérni. És nagyon sokan így jönnek a zeneiskolába, hát csak hogy elkezdi egy hangszert tanulni, és akkor hamar kiderül, hogy hú, hát van hozzá tehetsége, van hozzá ambíció, van szülő háttér, mert a szülők nélkül nem létezik semmilyen siker, tanár, gyerek és a szülő. Így hármasba ez az eredmény, ez a siker. És gondolom, hát merem remélni. Az ünnepség keretében adta át a város a Virágos Bonyhádért díjat. A zsűri által legszebbnek ítélt magán- és társasházak tulajdonosainak.